Tehát itt úgy néz ki, hogy ami algák ebben benne voltak, ezek mikroalgák, mivel hogy átmentek a szűrőn. A vízminőséget vizsgálják a hallgatók a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetében. Itt éppen a biomassa egy részét szűrték le, majd a mikroalgás víz egy újabb eljárással már teljesen áttett szővé vált. Az intézet munkáját és a víz élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepét a Víz Világnapja alkalmából szervezett eseményen mutatták be az érdeklődőknek. Az, hogy jelenleg milyen a vízkészletünk helyzete, azt a területi vízgazdálkodási tanács szakembereitől tudom, évről évtizedről évtizedre csökkent. Tehát van egy vízkészlet csökkenési tendencia. A másik probléma, ami a felmelegedés során, amit tapasztalunk, ugye egyre rapszódikusak a víz, az esőzések, illetve a szárazság, száraz időszakok. Mindenképpen a stratégia szerintem, vélemény szerint a víznek a megtartása, víznek a megtartásán legyen a prioritás, nem pedig a víznek az elvezetésén. A hallgatók több kutatásban is részt vesznek az egyetemen. Az őshonos hínárfélék és az invazív módon terjedő növények kölcsönhatását is vizsgálják a fiatalok a kampuszon. Az alámerült tócsagaz, valamint egy invazív, a felszínen úszó vízi saláta nevű növény közötti kölcsönhatást vizsgáljuk. A kutatásból az derül ki, hogy eltérő vízminőséget eredményez, ha valamelyikből több van. A vízi saláta leárnyékolja a tócsagazt, a tócsagaz pedig a tápanyagokat vonja ki a vízből, és azáltal megakadályozza, hogy az invazív növény elszaporodjon az élővizeinkben. A Nyíregyházi Egyetem évek óta szervez előadás sorozatot a Víz Világnapja alkalmából. A programban résztvevő általános és középiskolások, valamint a kampusz hallgatói terepen és laboratóriumi környezetben is tanulhatnak a víz ökoszisztémában betöltött szerepéről.